És hány százalékban használsz magyar, hány százalékban olasz? Hát attól függ, hogy milyen nap. Van olyan nap, ahol nagyon sok olasz tennivalón van olaszokkal, és van olyankor pedig a magyar, de sűrűn történik az, hogy a legnehezebb dolog a világon az, amikor két nemzet össze kell hozni valamilyen formába, és a félreértéseket letisztázása miatt sűrűn fordítok az olaszoknak magyarul, és a magyaroknak olaszul. A saját helyeimben is arra, hogy ne legyen félreérthető az, amit az olasz akar mondani, vagy a magyar. Ezt teszem észre a feleségemmel is, hogy hiába beszélek magyarul, sűrűn történik az, hogy mellé beszélünk egymásnak, de ez sajnos kultúra, meg múlt, meg honnét jössz, meg minden más, hogy nétük ezek nagyon, nagyon nehéz témák. Itt egyféle módon lehet ezeken a problémákat áthidalni, hogyha komolyan szereti az ember egymást, mert hanem akkor sokszor így kimerítő tud lenni, szóval így ez érdekes. Az angol, azt nem tudom, hogy lehet elképzelni egy kapcsolatot angolul, mit tudom, egy olasz meg egy magyar angolul beszél, azt nem tudnám elképzelni, nem tudja kifejezni magát, de vagy ha is, igenis, akkor szerintem nagyon felületesen.